Szevasz, üdvözlöm mindenkit ezen a szép napon! Ahogy látjátok, rajtam van az új sapkám, ez a szép piros, amit ugye a héten kaptam Ádáméktól. Ezt most pedig bár leteszem. Lehet, hogy rajtam lesz, mikor elmegyünk, úgyis nem sokára elmegyünk, mert ilyen esőre áll az idő. Lehet, hogy annyira nem látni, de csöpögött a képzeld el, meg esett délelőtt is. Jelenleg 2 óra múlott, mindjárt 3 óra lesz amúgy. De még mielőtt akármit is csinálunk, akárhova is elmegyünk. A címben most már lehet, hogy láttátok, lehet, hogy nem. De válaszolni fogok kérdésekre, ugyanis ugye sokszor megteszem, hogy válaszolok kérdésekre, tehát hogyha valakinek van valami kérdése, ide a videó alá nyugodtan írjátok meg, és én megpróbálok rájuk válaszolni, lehet az Ausztráliával kapcsolatos, akármivel kapcsolatos, a legközelebbi videóban megpróbálok rájuk válaszolni, ingyen! Hogy miért ingyen, ugye? Ugye ezért sose szoktam pénzt kérni. De tegnap találtam egy videót a Facebookon, ugyanis valaki valamit megosztott, én megláttam, és kommentáltam, hozzászóltam ugye ehhez a videóhoz. Ezt a videót nem más osztotta meg, mint az Irány Ausztrália. Ez egy, ha jól tudom, egy cég, vagy valamilyen hasonló dolog Magyarországon, aki segít embereknek kijutni ugye ide Ausztráliába, elintézi a vízumot, hasonló dolgokat. Egész pontosan, hogy működik, nem tudom, de hallottam, hogy sok embernek segítettek, sok embernek sikerül kijutni. Olyat is hallottam, hogy sok embert ugye levettek pénzzel, hasonló dolgokat. Mindegy, ugye mindenki ott csinál pénzt, meg ott lopja, meg ahol tudja csak, ugye. És nem azt mondom, hogy lopják a pénzt, vagy nem segítenek, mert biztos, hogy segítenek sok embernek, lehet, hogy soknak nem tudom, na. De, tegnap láttam ezt a videót, megosztott egy videót, ugyanis valaki itt lakik Ausztráliában, ha jól tudom, most már 4 éve. És megosztotta közösen egy videót, hogy októberben valamelyik nap, nem tudom, hogy mikor, valami élőadáson keresztül válaszolni fognak kérdésre, és ha részletében venni, bármilyen kérdést kérdezte, azt mondták, például, hogy milyen veszélyes állatok vannak nálunk Ausztráliában, merre folyik le a víz nálunk a csapba, meg hasonló ilyen kérdéseket. Ezért nem többet, mint 8000 forintot kérnek. Nem hiszem, hogy egy kérdésért, lehet, hogy többet is kérdeztesz, lehet, hogy kérdeztesz, vagy 2 kérdést is, fogalmam nincsen. És ilyen vicces szerűen én ehhez a videóhoz hozzászóltam. Odaírtam ilyen vicces szerűen valami ilyesmit, hogy én ilyen kérdésekre ingyen szoktam válaszolni, tehát ugye nyugodtan kérdezhettek, és ugye tudok, ugye általában mindig válaszolok. Ilyen viccszerűen beírtam oda, bekommentáltam, és rá 10 percre letörölték ugye a kommentemet. Nem csak, hogy letörölték, le is tiltottak. Ugyanis abban a pillanatban, amikor bekommentáltam, egyből 2 vagy 3-an, 2-en. Küldtek nekem üzenetet, és kérdezték, hogy ugye tudnánk-e kérdésekre válaszolni, és mondtam, hogy persze tudok kérdésekre válaszolni, ezért nem kérek pénzt. Amiért egy kicsit mérges lettem, mert letörölték a kommentemet, és letiltottak arról a Facebook oldalról, amivel ugye semmi gond, mert nem szoktam nézegetni vagy kommentálni. Mindenki ott csinál pénzt ugye, ahol tud. Elkem ezzel semmi gondom ugye nincsen. De olyan kérdésekre, hogy milyen veszélyes állatok vannak itt Ausztráliában, meg merre folyik le a víz, meg hasonló ilyen kérdéseket akarnak ugye feltenni az emberek, hogy ezért miért kell elkérni 8000 forintot, nem tudom, mert ha vízumban segítenek, ugye az teljesen más, de ilyen átlag kérdésekre ugye én szívesen válaszolok, ingyen is, én ezért sose szoktam semmit kérni. Tehát aki nézi ezt a videót, és ki szeretne ide jutni Ausztráliába, vagy ha nem is szeretne kijutni, de akármilyen kérdése van, akármivel kapcsolatban, ha ide a videó alá megírjátok, a legközelebbi videóban én fogok ezekre a kérdésre válaszolni, és nem kérek érte 8000 forintot, semmiféle forintot nem kérek érte, még dollár se, sose szoktam. Ezt a videót csak azért készítettem, mert egy kicsit mérges lettem, és gondoltam, hogy ha letöröltek és leblokkoltak, akkor én ezekre a kérdésekre ingyen válaszolok mindenkinek, és semmit nem fogok elkérni. Amúgy megnéztem a kommenteket, és nagyon sokan elkezdtek reklamálni, hogy a szegény magyar embert miért kell lehúzni még 8000 forinttal is, ugye, ilyen alapkérdésekre kell, na minden. Hát ezzel nem akarok senkit megbántani, az Irány Ausztráliát is akarom megbántani, azt az illetőt sem, aki majd válaszol a kérdésekre. Senkit nem akarok felmérgesíteni, ahogy mondtam, csak gondoltam, hogy mivel engem letiltottak, letöröltek, ezért válaszolok ingyen mindenkinek a kérdésére. Tehát mindegy hány kérdést kapok, az összes kérdésre fogok válaszolni, és ezért én semmit, de semmit nem fogok elkérni. Hogy lehet, hogy azt hitték, hogy hirdetni akarom ott magamat, bár nem tudom, hogy miért akarnám ugye hirdetni magamat, mikor azért a videóimat olyan 4-5 ezeren minimum ugye mindig megnézik, azt a weboldalt azért annyira nem, valami 30 vagy 40, vagy nem is tudom hány ilyen like vagy szeretés volt rajta, meg 17 komment csak, és a legtöbb komment mindenki reklamált, képzeld el,
hogy ugye miért kell 8000 forintot elkérni ilyen kéréseket. Na mindjárt, ugye most akármit is csinálunk, még mindent akármit is csinálunk, elkészülünk és elmegyünk, ahogy mondtam, az időmutatom nektek nem a legjobb. Tehát ilyen esőre áll az idő és esett, úgyhogy jetskizni nem fogunk elmenni, még amúgy is nemrég értem haza mondjuk a munkába. Ugye elmenjünk ide a közeli közérbe, és nadrágot majd még mindig kell vennem, azóta se vettem nadrágot. Lukasz, készen vagy? Na, mi van, megijedtél? Azért, mert be vagy dugva a füled, és nem hallasz semmit sem. Nem hallasz semmit. Jó van, vagy van. Jó van, mi van nálad? Könyv. Milyen könyv? Könyv. Mi ez a könyv? Könyv. Nem akarod megmutatni? Nem. Miért nem? Na minden, akkor készülünk. A Lukasznak könyvét nem mutatjuk meg, valami oknál fogva. Húzom a cipőmet, fölsőt nem hiszem, hogy kellene felvenni. Pelenka, kell egy pelenka. Aztán lehet, hogy elviszem a szemegemet és azzal próbálok tovább filmezni. Ugyanis a Davis ugye cipelni meg ezzel kamerázni egy kicsit nehéz, na várjál. Felvettem a szemeget, megpucoltam, remélem, hogy rendesen működik, úgyhogy most elindulunk lassan, várjál, lekapcsoljuk itt a villanyt. Látod, a WC-nek is itt van a villany kapcsolója, hogy miért? Nem tudom, innen kintről kell felkapcsolni. Na mihez egy nyuszi? A mit? Ja, na nem nyitjuk ki az ajtót. Gyere, bezárjuk az ajtót, mert megyünk el itthonról. Nézd, itt az üveg. Mit keres itt az üveg? Még víz is van benne. Elviszed a konyhába? Ja, gyere, várj, ezt beúzzuk. Bezárjuk. Bezárjuk a hátsó ablakot is. Ja. Bang. Meg még azt is bezárjuk. Mi történt itt a sapkákkal? Dísz? Én azt mondom, hogy ez zárva van. Várjál, rárakjuk ezt? Hát, ha kinéz? Ide kötünk rá egy masnit. Mit szólsz hozzá? Na, mit csinálunk? Gyere, te! Közben megérkeztünk. Szemüveg. Sunnies. Na, gyere, menjünk. Visszük a kulcsot, vagy nem visszük a kulcsot? Így van-e? Na, bezárjuk az ajtót. Aztán mehetünk. I know. Amúgy hideg az nincsen. Csak kicsit ilyen felős az idő, meg ahogy mondtam, csöpögött az eső, esett inkább, nem is csöpögött. Mit? Na, erre megyünk. Jobbra vagy balra? Balra. Na, menj egy gyorsan be a könyvesboltba. Na, gyorsan. Három a könyvet kapsz 18 dollárért. Mit? Toys, játékok, megnézzük a játékot, de össze meg kell várni a Lukaszt. Ja, hol a Lukasz? Hol van? Valóban nézi a könyvet. Nem is látom. Nézd, szóval mit kezdett csinálni? Rá kell rakni a fejedre, és egy ilyen maszk Halloween-nak. Nézzük olyan hülyebben. Na, nézzél rá. Nagyon jó. Ez mi? Várj, milyen fej? Feltesszük. Ez Minecraftos fej? Éppen a tag. Nem, ez a mumi. Ez? Tényleg, 15 dollár. Oda nézd, mit találtam, egy ilyen drónt találtam, Lukasz, oda nézd. És jön ezzel a szemüveggel, fel tudod rakni, és ilyen VR szemüveg, látod? Meg te fogsz, látod, amit ez lát. Ja, látod, amit az lát, és körbe tudsz forogni, legalábbis azt hiszem. Telefonot ugye bele kell tenni, 69 dollár amúgy. Csak a videó minőség lehet, hogy nem a legjobb. Valószínű, hogy nem a legjobb. Na mindegy. Úgy nagyon jó áron van. Meg kéne nézni, lehet, hogy utána nézek a neten, hogy milyen a videónak a minősége. Mit mondasz? Mi van neked? Ekkora puskát? Te! Oda nézzél! Hol találtad? Az még nagyobb. Te! Na jaj, ez Lukasz. Tetszik ez a bicikli? Le van erre ezt a kereke? 109 dollár amúgy ez a bicaj. És nem olyan rossz. Mi, Lukasz? Ezt a biciklit akarod? Gyönyörű. De nem akarsz ilyen rugósat? Ott az a másik, vagy ezt a fajtát. Látod? Ne, ezt lehet, hogy túl. Ezt nem hiszem, hogy ez nagy. Ez nagy neked? Ez 99 dollár. Nem hiszem, hogy inkább másfajta. Az ilyen BMX-es inkább, nem? De nekem olyan mindegy. De el fogsz vele burulni. De ez se rossz. Ez kisebb, nem? Na nézd, ez rugós az elején. Látod, ilyen teleszkópos. Vagy nem, vagy ez csak dísz. Nem, ez csak dísz. Na mindegy. Megyünk, nem más fogunk csinálni, mint jégkövet, fagyit akar enni a Davis. Nem is ezt a krémet inkább, aztán raktak helyen csokit, ugye? Ilyen csoki valamit. Ja, mi az? Ott látom.
Úgyhogy olyat kap egyet, a Lukács meg kap egy sima fagyit, azt hiszem. Aztán hova ülünk, mi? Hova ülünk? Aztán sorba kell állni, várni. Aztán valóban leülünk oda hátulra, jó? Mit szólsz hozzá? Van egy ekkora sor. És itt fogunk állni egy-két percet biztos. Na nézd, itt a Davisnek a fagyia, nem is fagyi. Hova ülünk oda hátulra? Ez a krémes. Ja, nem itt koszos, várjál, oda ülünk hátulra. Nem törölték le az asztalt, oda csücsbe. Lucas is mindjárt jönnek, a mami is. Csak még sorválnak. Na, ez nagyon jó, mi? Nem is tudom, melyik jobb, a hab vagy a csoki rajta. Melyik jobb? Like it? Ugye azért jó ide hátra leülni, mert itt átlában nincsen senki. Legalábbis ebben az időtájban. Délben mondjuk nagyon sokan vannak ugye mindenhol, de átlában mindenki ott előre akar leülni, ahol ahol ugye rendben a szétállt, és mindjárt mindenki leül. De hátulra senki nem akar leülni. Üres. Hova mászol? Eszel fagyit vagy nem? Lejött a Lucas is, mi állított? Ott hagytad a mamit? Nem mondta, hogy fog jönni. Ő mondta. Tessék. Hozzáérkeztünk, közben lement a nap, ahogy látjátok. Valószínűleg most nekiállok vacsorázni, ugyanis a Davis már megvacsorázott, de még mielőtt akármit is csinálok. Ugyanis ugye tegnap, ha néztétek a videót, kaptam egy képeslapot. Nem másról, mint Benedektől, és megmutattam a csatornáját, ugye Redcraft. Aztán van egy másik csatornája is, képzeld el, amit én vagy nem tudtam, hogy elfelejtettem, és arra a csatornára ugye tölt fel rendszeresen videókat, és ami csatornát el megmutattam, oda nagyon ritkán tölt fel. Úgyhogy azt hiszem, hogy rossz csatornát mutatta meg véletlenül, ezért meg szeretném még egyszer mutatni, és még egyszer köszönni neked a képeslapot. Mutatom! Ez Vlog Redcraft. És látod, töltött fel videót 15 órája, aztán 15 órája, 4 napja, 5 napja. Tehát erre a csatornára rendszeresen tölt fel videókat, ezért gondolta, hogy megmutatom, és tényleg még egyszer meg szeretném neked köszönni a képes lapot. Látjátok? Tehát, hogy ide rákattintatok, fel tudtok menni, fel tudtok iratkozni. 427 feliratkozója van jelenleg, és érdekes videókat csinál. Na várjál, én most nem máshol megyek, mint eszek, mert megnézem, mit csinál a Davis. Mi a helyzet? Mit eszel? Chipset? Chipit? Na, vacsora után lehet akármit tenni, nem olyan túl sokat, de vacsora után lehet ugye ilyen csokit, meg chipset, mindenféle fajta dolgot. Megmutatom, mit akarok ebédelni. Ebédelni? Vacsorázni. És a múltkor vettem valami dolgot. Nem más, mint... Várjál, hova tegyük? Ide tegyük, ide letesszük a kamerát, és megmutatom, hogy... Hogy mit vettem. Ettetek már ilyet, vagy nem, vagy hasonlót? Mert lehet, hogy ilyet pont nem ettetek, de hasonlót. Látod ebben mi van? Ilyen halas, rizses, valami, ilyen kis doboz van, és átlag ezt így kinyitod. Vagy opá, így megeszed, az ilyen konzerves, hogy berakod a mikróba, megmelegíted, és úgy eszed meg. Ez szerintetek elég egy embernek egy vacsorára? Ugye, és azt mondták, hogy ez így simán megeszed. Várj, kaptam valamit. Nem más kaptam, mint ilyen kis villát. Látod? Te él. Na mire? Megpróbálkozok vele, hogy milyen lesz. Nem tudom, én szeretem a rizst, szeretem a halat. Kettőt együtt is szeretem. Van ebben van kukorica is. Meg mindenféle másfajta dolog. Na várjál. Azt mondja, hogy én megmelegítem. És azt mondta, hogy meg kell melegíteni, vagy nem kell megmelegíteni, attól függ, hogy akarod megenni. Én hidegen nem akarom megenni, úgyhogy megmelegítem, és megnézzük, hogy milyen. Kivettem. Én nem melegítettem meg, csak kivettem a dobozból, így néz ki. Szerintem ez nekem kevés lesz. Én nem eszek sokat, de ez mellé, nem tudom, ez talán ilyen előétel, vagy utó, vagy valami. Na mindegy, ez mellé valami más is kell lenni, de megpróbáljuk. És akkor gondoltam, olyan, nem tudom, éhesen mentem megint a boltba, az volt a probléma szerintem, és akkor egy kicsit olyan éhesen megyek a boltba, akkor mindenféle fajta ilyen újdonságot, valamit meg akarok venni, ugyanis ilyet még nem láttam sohasem, azért gondoltam, hogy megpróbálom. Most képzeld el, a másik, amiért megvettem, mert le volt árazva, fél ára, valami 1 dollár volt, vagy 70 cent, ami rettentő jó át, szerintem, hogyha jó, hogyha nem, akkor, na mindegy. Nyitjuk a mikrot, figyelj! Ugyanis ti rajta vagytok a mikronak a tetején, berakjuk, mennyire rakjuk? Egy 20 másodpercre? 30-ra? Rakjuk be a 30-ra, biztos, ami biztos. És megmelegítsük. Csük, nyük, megmelegítjük. Gőzöl! Látod? Ilyen szép meleg. Úgyhogy megpróbáljuk, amúgy ebben sok minden van, olyan dolog, ami fogalmam nincs, hogy mi, de reméljük, hogy jó lesz. Meleg. Nem rossz. Lehet benne érezni a halat. A rizst annyira nem, meg talán a kukoricát, meg ez egy kicsit erős. Na miért? Ez lesz a mai vacsorám, ezt a videót én itt most befejezem.
ahogy mondtam, hogyha valakinek van valami kérdése, ide a videó alá nyugodtan írjátok meg, és a hét, ne hét, jövő héten. A héten a következő videóban valószínű megpróbálok az összesféle fajta, mindenféle fajta kérdésre válaszolni. Ausztráliáról, bármiről, rólam, mindegy, hogy mi a kérdésetek, én válaszolok. Ugye már ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!